Tisztelettel köszöntöm nézőinket. Ma legyőzhetetlen párbajhősünkről, Túri Györgyről fogunk beszélgetni. Tényleg legyőzhetetlen volt? Tényleg legyőzhetetlen volt. A fő történetírója Istvánfi azt írja, hogy 600 párbajban vett részt élete során, és ezek ugye életre-halálra párbajok voltak a döntő többsége, úgyhogy itt csak egyszer lehet veszíteni. Úgyhogy legyőzhetetlen volt. Gárdonyi idézetével folytatnám ezt a beszélgetést. Hol terem a magyar vitéz? Hát ő Bars megyében született, illetve hát Bars megye akkor már eléggé, Bars megyét már eléggé szorongatta a török, tehát a frontvonalban, mondjuk így, hogy a frontvonalban született, de hát neki a család, ez családi hagyomány volt. Gyakorlatilag már a kora középkortól a család katona család volt. Az ő nagypapája például Mátyás seregében szolgált, az apja is katonaként szolgált, és hát egyenes útja volt, hogy ő is katonaként szolgál. Különböző először felvidéki várakban kezdett el katonáskodni, már itt elkezdte ezt a párbajozós életformát, és bár igazi nagy hírnévre majd akkor tesz szert, amikor Dunántúlra kerül. Melyik az a tette, ami rettegetté tette a hírét a török számára? Hát talán a palotai várnak a védelme. A palotai vár az egy kis egyszerű kis, aki járt már Várpalotán, az a maradványaiból is láthatja, hogy hát nem egy óriás erődítmény, és ilyen huszárvárként használták, tehát főleg lovas harcosok állomásoztak benne, és 1566-ban néhány hónappal azelőtt, hogy Szulejmán szultán Szigetvárát ostrom alá vette volna. A budai Beglerbég, egy Arszlán nevű Beglerbég megpróbálta elfoglalni Palota várát. Tehát ahogy kb. 500 fős volt a várvédő serege, és Arszlán Beglerbégnek meg hát körülbelül szerintem a 8-10 ezer fős volt a serege, ágyukkal, mi egymás is. Hát nem sikerült az ostrom, sőt, a védők kitartottak, sőt, az egyik éjszaka egy kitörésben a vár gyakorlatilag teljes őrsége, tehát az 500 fő, vagy 500 főből 450-en részt vettek egy kitörésben, ami olyan iszonyatos kavalkádat okozott a török táborba, olyan veszteségeket okozott a török seregben, hogy ezután felhagytak az ostrommal, és hát Arszlán Bég is, neki sem sikerült jól az élet ezután, mert Nándorfehérvárra, Belgrádba rendelték, ahol a Selyem Zsinórral véget vetettek az életének. Ezt a kudarcot nem szerette Szulejmán, nem szerette volna, illetve Szulejmán utódekkor már nem szerették volna, hogyha életben marad az, aki ilyen kudarcot szenved el. Egyéb a történelmünkre hatást gyakorló tettei. Hát megérkezik a német felmentősereg, illetve hát a császári felmentősereg, és aztán felmentik, ha már lendületben vannak, akkor felmentették Veszprém és Tatavárát is, és ezek, tehát a nagyon keserű, meg nagyon rossz szájíztadó szigetvári veszteségeket azért lehetett ellensúlyozni egy kicsit, mondjuk így. Mennyire ismerték őt el? Hát ezután a palotai hőstette után gyakorlatilag Magyarországon mindenhol, és a török birodalomban is kezdték nagyon, nagyon ismerni és félni a nevét. Egyébként 1563-ban Pozsonyba került sor Miksa Ferdinánd fiának a magyar királyá koronázása, és ebből az alkalomból egy ilyen párviadalokra, vagy mondják, ez lovagi tornára került sor, ahol a birodalom minden részéből érkezett lovagok vívtak a győzelemért, és hát nagyon érdekes dolog, hogy két magyar vívta végül is a döntő csatát. Természetesen Túri volt az egyik, a másik pedig Lovasi László, aki Veszprémnek volt
a parancsnokat hagyomány szerint háromszor csaptak össze, de ez nem véremenő küzdelem volt, és végül azt mondta, a király döntetlent hirdetett el, és mindkettőjüket megjutalmazta, mégpedig mindketten aranysarkantyús lovagokká váltak. Ami a korszakban egy ilyen vitéz számára elérhető legmagasabb kitüntetés volt. De azért, tehát ez nem éles küzdelem volt ezekkel a lovagokkal, tehát itt nem életre halára ment a küzdelem, talán első vérig, de még egyszer mondom, itt is, ugye, és itt is azért több száz lovagról van szó, akik részt vettek ebbe. Bár ilyen UEFA kieséses rendszerbe ment, tehát nem kellett mindenkinek mindenkivel megküzdenie, de akkor is ez egy nagyon komoly fegyvertény volt. Ha már Miksánnál tartunk, tudjuk, hogy van egy metszet, ami élethű, hiteles kép. Így van. Gyakorlatilag az egyetlen hitelesnek tartott kép, igen, ez ekkoriban készült, a koronázás környékén készült. Svendi Lázár nevű felső magyarországi főkapitány, Túri György és Miksa szerepel ezen a képen. És igen, hát ez talán az egyetlen hitelesnek mondható ábrázolás róla. A másik ilyen nevezetésű, ami megtekinthető, az a pallosa. Nagyon érdekes fegyver és nagyon érdekes története van. Aki veszi a fáradtságot és elzarándokol a Nemzeti Múzeumba, személyesen is megtekintheti, hiszen ott őrzik. Nagyon érdekes fegyver, mert hogy úgynevezett lóra való pallos, ami ugye fából vaskarika, mert hogy a pallos az gyalogos harcra való, egy nehéz, kétkezes, ornehéz, igen, tehát egy egészen más tulajdonságai vannak, mint egy szabjának mondjuk. És Túri egy Törökország közepéből, valahonnan Mezopotámiából származó török ilyen párbajhőssel vívott viadal után jutott hozzá, ugye, mert hogy akiket legyőzött, azoknak a személyes tárgyai, azok a győztest illették meg. És ő hozzájutott ehhez a palloshoz. De ő nem szerette a pallost, ő lóról szeretett párbajozni, és ezért kitűnő damaszkuszi acélpengéje van, szuper minőségű, mai napig szuper minőségű, nem kell csiszolgatni, tehát ez rozsdamentes, ez egy tökéletes fegyver. Azt csinálta, kitalálta, hogy akkor ezt a fegyvert ő lerövidíti, és lóra való fegyvert csinál belőle, hogy alkalmasra teszi lóval való küzdelemre. Tehát gondoljunk el, hogy legalább 3 újnyi, vagy talán 4 újnyi széles pengéről van szó, és ugye nagyon-nagyon hosszú penge volt, ezt lerövidítette, ha jól emlékszem, 1 méter 5 centi hosszú a 105 milliméteres a penge, és a markolatát is megújítatta, egy szabja markolat van rajta, és persze szúrni is lehet vele, tehát hegye is van, és ezzel az eszközzel. Ja, és bele van arabul, még az eredeti arab kartfelirat is rajta van, egy valami idézet a Koránból, de benne hagyta Túri. Egyébként nagyon érdekes dolog, hogy amikor aztán csapdába csalják Túrit, és a török tulajdonába juthatna ez a csodálatos, vagy egy nagyon érdekes fegyver, akkor a törökök nem mernek hozzányúlni, ott hagyják a csatatéren. És aztán onnan a csatatérről szállítják Bécsbe, és Bécsből kerül aztán majd a Nemzeti Múzeumba. A fegyver súlyából következtethetünk Túri György testi adottságot. Hát, ehhez ember kellett, az biztos. Gondoljunk bele, nem tudom, hogy ki, bizonyára akad a nézők között olyan, aki vívott már. Egy egyszerű, könnyű kis vívótőrhez is azért erős csukló, erős alkar kell, meg erős ember kell, és gondoljunk bele egy ekkora fegyverhez, szerintem több kiló, 3-4 kilónyi ez a lóra való pallos. Hát ehhez aztán kellett csukló, azt gondolom. Kellett csukló, kellett alkar, kellett egy olyan ember. Egyébként úgy is írják le, egy ilyen nagy darab, nagy szőrös, erős ember volt egyébként, aki egyébként eléggé béketűrő. Tehát ilyen, ha nincsenek a háborúk, akkor talán ő egy nyugodt, gazdálkodó életet élhetett volna, de hát sajnos az a korszak, ez egy ilyen korszak volt.
A történelmünk úgy alakult, hogy Drinápolyban békét kötöttek, de ő a párbajozást nem hagyta abban. Igen, 1568-ban a már említett Miksa, meg Murád szultán úgy döntöttek, hogy semmi értelme itt az egymás gyapálásának, mert hogy körülbelül egy erőegyensúly alakult ki. Nem érdemes sok pénzt költeni erre a frontvonalra, akkor kössünk békét. És 1568-ban valóban Drinápolyban meg is kötötték a békét. Ami és ezzel az járt, hogy a várak őrsége tulajdonképpen tétlenségre volt kárhoztatva. Igen. Viszont 1567-ben Túrit kinevezték a kanizsai vár parancsnokának, és egyben a dunántúli főkapitány helyettesének, ami azért már egy kisnemes számára ezért egy eléggé magas rang volt. A fővár, Szigetvár várát sajnos a törökök ugye elfoglalták, és ezért nagyon-nagyon megnőtt Kanizsának a jelentősége, és ő lett a parancsnok. És aztán, amikor megérkezett, akkor látta, hogy romokban a vár, az őrség egy tizede talán, aki ott van, és egyszerűen nincs pénz, nincs felszerelés, és azonnal elkezdte levelekkel bombázni a császári udvart, hogy hát lássák már el, ezt egyszerűen nagyon fontos vár, ugye de egész Dél-Dunántúlt ez védi, de hát nem volt. Ugye ez az a híres korszak, amire úgy szoktuk jellemezni, hogy se pénz, se posztó, és valóban nem volt. De Túri feltalálta magát, illetve ki kellett találnia, hogy ne szögdössenek el a katonái, a végvári katonák, és ezért portyákat vezetett, illetve rendkívül sok párbajt vívott a szemben lévő török végvárak tisztjeivel. A portyáknak az volt a célja, hogy a határvidéken levő falvak, akik ugye magyar falvak voltak, azok kinek adózzanak a török oldalnak, vagy a magyar oldalnak. Ne úgy képzeljük el ezt a békeidőszakot, ne úgy képzeljük el, hogy teljes béke, de azért nem is olyan állapotok, mint egy háborúban. Kímélték, mind a két oldal kímélte azért a jobbágyokat, a dolgozókat, hiszen belőlük éltek. Tehát nem volt érdemes legyilkolni a falvak lakosságát, érdemes volt a törököket legyilkolni, hogy aztán oda ne onnan szedjék be az adót. Meg egyébként is egy picit árnyalnunk kell azt a képet, hogy itten a törökök tízezrével szállították el a magyar lakosságot. Persze volt ilyen, még azelőtt, mielőtt a hódoltság területe kialakult volna.
mihez tudnám, mint a ketrec harcosok, úgy képzeld el, hogy az a közönség, ugye, akik a saját bajtársaik, ugye volt olyan párbaj, ahol 50-50 katona vett részt, tehát egy százas, az már tömeg nézte végig, és ugye ezek nem feltétlenül ért véget a párbaj, mondjuk egy összecsapás után, lehet, hogy volt olyan összecsapás, hogy órákig tartott. A közönség idegei meg már ugye a forponton, és akkor számtalan ilyen kis összecsapásra került sor. Egymást szidalmazták, mindenki a saját nyelvén, de hát már a 15. század közepétől kezdve a törökik ugyanúgy beszéltek magyarul, meg a magyarok törökül, úgyhogy ott már anyanyelven is ment a szidalmazás. Szóval kegyetlen, kemény dolog volt egy ilyen párbaj. Kétféle párbaj volt. Az első vérig, illetve életre halálra. És nagyon-nagyon sűrűn előfordult az, hogy az első vérig párbajnál nem álltak meg, és aztán életre halálra párbaj lett. Volt egy nagyon érdekes párbaj, például a Koppány Agát kihívták párbajra, és a hely, ahol meghatározták, hogy hol találkozunk, a Balaton jege volt. Tehát ugye akkoriban sokkal hidegebbek voltak a telek, és a Balaton is méteresen befagyott, úgyhogy kényelmesen lehetett rajta. Túrinak is rendkívül sok. Én minden további nélkül el tudtam fogadni ezt a 600-as számot, hogy 600 párbaja volt, mert Túri híres volt arról, hogy gyorsan. Tehát ő nem ilyen órákig tartó párbajokat hívott, ott csipcsatt, és meg akinek ilyen fegyvere volt, hát az ellen azért nehéz védekezni. Meg aki ilyen testi adottságokkal. Meg aki ilyen adottságokkal rendelkezik, így van. Tehát feltételezhető az, hogy ez az a korszak, amikor ő a párbajnak a zömét vívta. Vagy csak egy részét. Én azt gondolom, hogy már fiatalon elkezdte, tehát ő már, mikor 19-20 évesen ilyen főlegénynek került a Sági Várba, már akkoriban mentek ezek a párbajok, de a párbajoknak a reneszánsza, hogy így fogalmazzak, az mindig a viszonylagos békeidő. És hát 1568-tól 71-ben halt meg Túri, tehát ez alatt a 3-4 év alatt azért szerintem ott akár heti rendszerességgel is mehettek a párbajok, tehát ott rendkívül sok párbaj, de hát korábban is. Tehát ő nem kímélte a sem magát, sem az ellenfelet. Írták a ocsmányhangú leveleket, küldték a töröknek, rendszeresen disznófarkat küldtek, ugye muzulmánok, vagy muszlimok. A törökök meg válaszul rókafarkat a magyaroknak, hogy olyan megbízhatatlanok, olyan árulók, mint a rókák. Csúnya dolgok történtek. A hivatalos történettudomány megpróbálja kisebbíteni ezt a számot. Nem értem, hogy miért. Nekem kijön a 600, vagy ki tud jönni a 600, de ha nem is 600, akkor legyen 550. De hát a nagyságrend a lényeg. A történetíró Istvánfi kortárs. Miért hazudna? Nem véletlenül nevezték, egész Európában úgy nevezték. Ugye volt egy spanyol hős a 11. században, aki a mórok ellen rendkívül sok párbajt vívott, ugye az El Cid volt a neve. Őt úgy nevezték Túrit, hogy a magyar El Cid. Vagy a magyar Muszasi. Hát az majd, amikor megismerik a japán kultúrát majd utána. A török oldalról meg úgy nevezték, hogy, vagy úgy nevezték, hogy a Dunántúl oroszlánja, vagy hogy a magyar oroszlán. Tehát óriási hírneve volt. Gyakorlatilag egész Európában ismerték. Ezt nem adják ingyen. Tehát ehhez azért teljesítményt kellett. És számszerű teljesítményt is, meg hát, de főleg számszerűen, hát kellett. Ezek életre halálra mentek, egyszer lehetett veszíteni. És a nagy számok törvénye szerint biztos, hogy minőségi győzelmei is voltak. Igen, hát leírás, az ő, tehát konkrét leírás, hogy hogyan győzött, erről nem volt, nem maradt fönt, de például Dózsa Györgynek fönnmaradt a párbaja, egy Dózsa György, aki aztán később
csúnya dolgokat csinált, most arról ne beszéljünk, de korábban a 16. század elején, 1513-14-ben a Nándorfehérvári várban volt ilyen hadnagy, tehát ilyen lovastiszt. És már akkor nagy divatja volt ennek a párbajozásnak, és érkezett a Nándorfehérvári vár alá egy Epíroszi Ali nevű török párbajhős, aki kihívta a legjobb magyart. És hát a Dózsa György, vagy Székely Dózsa György jelentkezett, hogy na majd akkor csináljuk. És lóról szabjával egymásnak indultak, és két darab mozdulat volt. Az első mozdulattal kivédte a török csapását Dózsa, a másodikkal pedig ugyanazzal a mozdulat, a védésből visszacsapás mozdulattal levágta a karját. Úgyhogy ezek nem gyerekjáték párbajok voltak, tehát ne úgy képzeld el, mint a francia filmekben ezekkel a kis párbajtőrökkel, hanem itt ezek szabják voltak. Itt nem kellett, tehát itt ha oda csaptál, akkor annak nyoma volt. Beretve éles szabják. Itt ennek volt hatás. Egy idő után a törökök már nem akartak kiállni. Tudták, hogy ha kiállnak, az ő halálos ítélet. Hát, őszintén szóval én se szívesen álltam volna ki ellene. Most gondolj bele, egy olyan párbajhősről van szó, aki ne 500, vagy ne 600, hanem csak 500, de nagyon-nagyon sok győzelme van, és soha nem talál legyőzőre. Úgyhogy egy idő múlva már akármilyen durva hangú leveleket írt ezeknek a szomszéd végvári tiszteknek, már nem mertek kiállni ellene. Sőt, képzeld el, hogy a szigetvári török aga, az összefogott négy másik ilyen végvárnak a parancsnokával, tehát öt végvár fogott össze, hogy Cselt találtak ki, hogy Túrit el kell fogni, mert most már szétalázza a törököket. És Orosztony nevű kis falu mellett 1571-ben, 71 nyarán elérték azt, hogy néhány lovassal kitörjön a várból, kitörjön a kanizsai várból, és ők pedig talán 10-szeres vagy 15-szörös túlerőben lévő törökök körbevették. És mindenki, és becsalták egy ilyen mocsaras részbe, ahol a lovakat nem nagyon tudták használni, lóról kellett szállni, nem lehetett elmenekülni, és ez a török többség ez ugye körbevette, és hát próbálták élve elfogni. Aztán persze rájött Túri is, hogy élve akarják elfogni, úgyhogy kicsatolta a sisakját, levette, eldobta, és azt mondta, hogy ebek engem láncon nem fogtok hurcolni, úgyhogy készen volt arra, hogy meghalljon. És valóban hosszú-hosszú küzdelem után jutottak közelébe a törökök, és egy hatalmas nagy pallossal valahol, tehát nagyon sok sebe volt ekkor már, és egy hatalmas nagy pallossal hátulról a tarkója táján ejtettek egy olyan, betörték a koponyáját, ami után már nem tudott mozdulni, és akkor össze-vissza szurkálták. Azonnal levágták a fejét, török szokás szerint, mézbe helyezték, mert ugye a méz az tartósít, mézbe helyezték, és azonnal küldték Isztambulba. A török nagyvezír is megcsodálta, a nagyvezír azt mondta, hogy megtisztították a méztől, és a nagyvezír simogatta a szakállát, és aztán átadta a szultánnak, a szultán meg ilyen felsóhajtott, és azt mondta, hogy aj, Isten, ha lenne 100 ilyen vitézem, akkor az egész világot elfoglalnám. Köszönjük a figyelmet! Köszönöm.